Temetjük az autóinkat, az egzisztenciánkat, a szakmánkat, a jövőnket, a gyermekeink jövőjét és a reményeinket. Végig kell nézni ezeket az autókat. Az utasnak mi a lényeg? Be tudjon szállni egy kultúrált gépkocsiba, az műszakilag legyen tökéletes. Nem érdekli azt, hogy az az autó éppen egy éves vagy 10 éves. Az utazás szempontjából ez lényegtelen. Az autó teljesítménye szintén lényegtelen. 50 km-es sebességgel lehet a városban közlekedni, de nem kellenek 100-200 lóerős autók. Tehát nem feltétel. Ezt előírni badarság. Fix tarifát akarunk! Egy éve kezdődtek el a tárgyalások a taxigépkocsi vezetők független szakszervezete. Egy évvel ezelőtt kereste meg a fővárost petíció formájában, melyben 4 fő csoportot kértünk, amit egyébként a szakma évtizedek óta kér. Tarifa, létszám, drossz, ellenőrzés, ezt a 4 fő csoportot ezt tegye rendbe a főváros. Azon kívül, hogy az autóknak a szigorítási vonalait meghatározták, azon kívül semmivel nem foglalkoztak. 11 éves a kocsi, és egyed ez a probléma vele, hogy 11 éves. A problémánk az, hogy olyan feltételek elé állítanak minket, aminek nem tudunk megfelelni, mert a tarifa nincs rendezve a létszám. Pénz nélkül nem lehet csinálni semmit. Nem úgy képzeltük mi a létszámkorlátozást, hogy kiírtanak bennünket. A létszámkorlátozást bizony úgy kell megcsinálni, hogy azt mondani, hogy ennyi lehet és nem tovább. Az a szabályozási tervezet, amit a főváros legutoljára ismertetett velünk, a jelenlegi taxigépkocsi vezetőknek, vagy taxigépkocsiknak a 90%-át küldi tulajdonképpen a roncstemetőbe. Ami elhangzott kint a téren, van ember nagyjából egyet tud érteni, de amit ők akarnak kitalálni, hogy az emberek a kocsikat dobják ki a szemétbe, egy olyan kocsit, ami műszakilag alkalmas. Mindenféle technikai, műszaki előírásbeli változtatás, szigorítás csak a kifutó rendszerben az újonnan taxiként beállítandó járművekre vonatkozhat. Amennyiben ettől eltérő megállapodás születik vagy körvonalazódik, elkezdjük megszervezni Magyarország taxis blokkád óta legnagyobb megmozdulás sorozatát. Ez pillanatilag zajlik. Temetjük az autóinkat, az egzisztenciánkat, a szakmánkat, a jövőnket, a gyermekeink jövőjét és a reményeinket.